Március 27-én a Szada határában létesített tranzitállomáson adták át a Szlovákiát és Magyarországot összekötő földgázvezetéket. Az észak-déli gázfolyosó fontos részét képező magyar és szlovák földgázhálózatok összekapcsolása ünnepélyes keretek közt a két ország miniszterelnöke Orbán Viktor és Robert Fico jelenlétében történt meg. Magyarország miniszterelnöke szlovák kollégájához hasonlóan az energiaellátás szempontjából történelmi jelentőségűnek nevezte a beruházást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a meggyőződésem, hogy Közép-Európa előtt nagy jövő áll egy esetben. Nagy jövő áll föltéve, hogyha mi közép-európaiak, magyarok, szlovákok és a többiek a maihoz hasonló együttműködések sokaságát valósítjuk meg, különösképpen a gazdaság, a közlekedés, az energia és a kultúra területén. Azt kívánom mindannyiunknak, szlovákoknak és magyaroknak egyaránt, hogy sok megállapodás kövesse még a ma aláírtat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy egy rövid visszatekintésre is megtaláljam itt a módot, ugyanis a 2008-2009 környékén pénzügyi válságként indult, majd gazdasági válsággá átalakult európai bajokra, érdekes módon a közép-európaiak hasonló módon reagáltak. Nem lehet pontosan tudni, hogy miért van ez így, de kétségkívül a dolog úgy fest, hogy a közép-európaiak, ha kitör a válság, abban nem csak bajt, hanem lehetőséget is látnak. Valószínűleg erre tanított bennünket a történelem, hogy a lehetőség nem más, mint a bajnak egy formája. Könnyen lehet, hogy csak rajtunk múlik, hogy fölismerjük-e a válságban rejlő lehetőséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szerintem helyén való, hogy itt mindannyian gratuláljunk Szlovákiának ahhoz a fantasztikus teljesítményhez, amit a gazdasági válság idején nyújtott. Ha önök vetnek egy pillantást a számokra, akkor láthatják, hogy azok magukért beszélnek. A közép-európai országok között mindig van valami fajta rivalizálás. Ha jó Isten kegyesebb hozzánk, akkor az békés gazdasági természetű versengés. És hosszú éveken keresztül mi innen magyarok figyeltük, próbáltuk megérteni, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy válság idején ne csökkenjen a gazdasági növekedés, hanem erősödjön, hogyan kell azt csinálni, a pénzügyi egyensúly ne romoljon, hanem inkább javuljon, egyáltalán hogyan kell jól kormányozni válság idején. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy Szlovákiából mi sok mindent megtanultunk és eltanultunk. Azt gondolom, hogy a helyzet, amiben vagyunk, ez a közép-európai élethelyzet, ez arra kötelez bennünket, hogy egymást tisztelve dolgozzunk együtt. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy a közép-európaiak, talán miniszterelnök úr nem nehezményezi, ha ezt most itt megemlítem, mi ketten is együtt, de a másik két visegrádi miniszterelnökkel közösen négyesben is nagyon sok európai kérdésben működünk együtt és állunk ki a saját hazáink, illetve Közép-Európa érdekei mellett, és bizony gyakran tesszük ezt sikerrel. Ez biztatás arra nézve, hogy nekünk, közép-európaiaknak érdemes összefognunk, és érdemes kiállni a saját érdekeinkért. A mai napon ezt a gondolkodásmódot, ezt a szándékot, az elmúlt években kialakított sikeres együttműködést erősítjük meg. Történelmi jelentőségűnek szeretném minősíteni azt, ami itt ma történik. Történelmi jelentőségű a magyar energiaellátás szempontjából, és miután az energia meghatározó a gazdaságban, ezért történelmi jelentőségű gazdaság szempontból is, gazdasági szempontból is. Bár bonyolult a európai és a közép-európai gázpiac, ezért pontosan kell fogalmaznom, hogy utóbb aztán, meg hogy tudják, nekem is van egy kampányban, de részt kell vennem. Tehát pontosan kell fogalmaznom, hogy ne kezdjenek ki. Szóval úgy kell ezt mondani egész pontosan, hogy ezen a vezetéken keresztül érkezhet majd nem orosz eredetű gáz Magyarországra. Van nekünk vendégünk az Európai Uniótól, akit szintén tisztelettel kell köszöntenem. Ő valószínűleg nehezebben érti ennek a mondatnak a súlyát és jelentőségét. Mert tőlünk nyugatra az a helyzet, hogy egy beszerzési forrástól függjön egy egész nemzetgazdaság energiaellátása már régen a múlté. De Magyarországon és Közép-Európában még nem ez a helyzet. Először fordul elő Magyarországon az, hogy nagy biztonsággal mondhatjuk, akármi is történik tőlünk keletre, most az árkérdést tegyük zárójelbe, de csak mára, akármi is történik tőlünk keletre,
gáz mindenképpen tud érkezni Magyarországra. Ha ehhez hozzá illesztem még, tisztelt hölgyeim és uraim, azt, hogy az elmúlt években, mint bizonyára emlékeznek rá, közéleti vitáktól kísértem, de Magyarország végül is a németektől visszavásárolta az oroszokkal kötendő szerződési, megkötött szerződések jogosultságait, és visszavásároltuk a korábban szerintem felelőtlenül eladott gáztározóinkat, és ez még azt is hozzáteszik, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb cégében, a MOL-ban 25%-os tulajdon szerzett a magyar állam, így együtt. Azt tudom mondani önöknek, hogy ma a magyar állam kezében van minden eszköz, ami ahhoz szükséges, hogy akármi is történik a világban, kiszámíthatóan, biztonságosan el tudjuk látni a magyar gazdaságot és a magyar háztartásokat gázzal. Robert Fico, szlovák miniszterelnök beszédében közölte, hogy a magyar és a szlovák földgáz hálózatot összekapcsoló vezeték teszt időszaka július 1-én indul. Jövő év január 1-én pedig megkezdődik a normál üzemű működés. Orbán Viktor szerint Magyarország és vele együtt Európa sem lesz versenyképes, ha nem tudja állni az árversenyt az energiapiacon. Tehát, hölgyeim és uraim, nem leszünk versenyképesek, Európa, mint kontinens sem, Közép-Európa, mint régió sem, és Magyarország, mint ország sem lesz versenyképes a világgazdaságban, ha nem tudjuk állni az árversenyt az energiapiacon. Ezért nem kevesebbet fogalmaztunk meg célként, mint hogy 4 év múlva szeretnénk oda eljutni, hogy a villamos energia ára Magyarországon, a háztartások és az ipar területén is a legolcsóbb legyen Európában. Ez nagyon ambiciózus, a lehetetlennel határos, de mégis elérhető és teljesíthető cél. Kívánom Magyarországnak, Magyarország minden polgárának, hogy sikerrel járjunk ebben az ügyben. Az összesen 111 km hosszú, kétirányú, 75 bar nyomású csővezeték magyarországi szakasza 92 km hosszú, két végpontja Balassagyarmat és Vecsés. Az új vezeték révén új gázforrások is elérhetővé válnak a régió piacai számára, így a vezeték jelentősen hozzájárul Közép-Európa energetikai ellátásbiztonságának növeléséhez. A Szada ünnepségen Orbán Viktor és Robert Fico aláírt egy határátkelő útépítésről szóló együttműködési megállapodást is, melynek részleteiről Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára tájékoztatott. Talán kevesen hinnénk, de igaz, hogy a magyar-szlovák határszakasz a maga 646 kilométerével az egyik leghosszabb határszakasz ma Európában. Minden esetre hosszabb még a német-lengyel, vagy a francia-spanyol határnál is. Tisztelt miniszterelnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, a határok ritka átjárhatóságából adódó versenyhátrányunk leküzdése és a határbenti gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök urak 2013. július 2-án Budapesten megállapodást írtak alá a határt keresztező utak számának jelentős bővítéséről, és ezzel elindították Magyarország és Szlovákia történelmének legnagyobb közös fejlesztési programját. Az elmúlt egy esztendőben 2 új kompjáratot és 2 új utat adtunk át a közös határon, és jelenleg folyamatban van 2 határátmenet autópálya kapcsolattálakítása, valamint 1 Dunahíd, 1 Ronyvahíd és 1 teherkomp kapcsolat előkészítése, illetve kivitelezése. Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnökök a mai napon itt megállapodást írnak alá 21 új a magyar-szlovák határon átívelő közúti összeköttetés kiépítéséről a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszak során. A megállapodás értelmében 2020-ig 11 új út, 7 Ipolyhíd, valamint 1 Ronyvahíd épül, és 2 újabb kompkapcsolat jön létre a magyar-szlovák határon. Ezzel elmondhatjuk azt, hogy 2013-hoz képest 2020-ra megduplázzuk a magyar-szlovák határátkelési pontok számát. Végezetül pedig engedjék meg, hogy arról tájékoztassam önöket, hogy a megállapodás tartalmazza azt is, hogy a beruházásokat a Szlovákia-Magyarország határon átnyúló együttműködési operatív programból finanszírozik. Végezetül szeretném a nagyra becsülésemet kifejezni Robert Fico miniszterelnök úr iránt azért is, mert aláírhattuk ezt a megállapodást. Szijjártó Péter elmondta, hogy milyen áldatlan állapotok vannak 60 évvel, több mint 60 évvel a II. Világháború után a
a magyar-szlovák államhatár szakaszon. Mégiscsak méltatlan hozzánk, hogy összevetve a nyugat-európai uniós társainkkal olyan ritkák legyenek a határ átkelési pontok, mint amilyenek ma, és ezzel megfosszuk mind a magyar, mind pedig a szlovák polgárokat attól, hogy a nyugat-európai polgárokhoz hasonló minőségben építhessék egymással kapcsolataikat. Ez egy olyan helyzet, amit megörököltünk, nem a mostani szlovák miniszterelnök és nem is a mostani magyar miniszterelnök idézte elő ezt a helyzetet, de azt gondolom, tisztelt Robert Fico miniszterelnök úr, hogy a mi dolgunk, hogy ezt orvosoljuk. Ezért hálás vagyok önnek, hogy aláírhattuk ezt a megállapodást. Sok erőt, jó egészséget és sikereket kívánok önnek, annak érdekében, hogy még sok ilyen jó megállapodást írhassunk alá a két nép, a Magyarország és Szlovákia, a szlovákok és a magyarok javára. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam.